Krajna András nyugalmazott plébános, címzetes esperes egyházi pályája 60 esztendejéből több mint két évtizedet a kerepesi Szent Anna templom papjaként töltött. Itt rendezték meg gyémánt miséjét, amely alkalomból zsúfolásig megtelt Istenháza, de még az udvara is. A szertartáson, amelyen részt vett Vécsei László országgyűlési képviselő is, Beer Miklós, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspöke köszöntötte az ünnepeltet. Nagyon sok szeretettel köszöntlek mindnyájatokat. És azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül, hogy meghatódva tapasztalom ezt a sok szeretetet, ahogy előkészítettétek András atyának ezt a mai ünnepét. Jó Isten áldjon meg benneteket! Hálaadásra jöttünk, és ahogy olyan aranyosan mondtad, András atya, nem téged ünneplünk. Erről szó sincs. Csak miattad ünneplünk. 60 év, te szolgálati helyeidet, igen, hát szekvár, hát hazahúz a szíved, de azért a Lajos mise se volt semmi, meg azért Monor se. De hát azért mégis a kerepes volt a szíved csücske, az hiszem, hiszen mióta ismerlek téged, már akkor itt voltál. Amikor én Vácra jöttem a püspöki szolgálatomra, akkor te már itt voltál. És barátságodba fogadtál. És ma is kérünk téged, hogy Jézus megbízásából a tőle kapott papi hatalmaddal újítsd meg az utolsó vacsora csodáját, hogy általad megint csak mindnyájan, kézzel foghatóan megtapasztaljuk Isten jellemoló szeretetét. Hogy ebből éljünk, hiszen Jézus ezt mondja az Eukarisztiáról, ez az én testem, ez az én vérem, aki eszi az én testemet, issza az én véremet, bennem marad és ő benne. Hálát adunk miattad a jó Istennek, megköszönjük az ő gondoskodó szeretetét, és kérjük számodra továbbra is az ő megtartó erejét. Ameddig a jó Isten így gondolja, maradj velünk, csak egyet kérnék mindnyájunk nevébe, már ne fogyjál tovább. Megpróbálod? Isten éltessen, András atya! Köszöntőt mondott Lobmájer Miklós, a kerepesi egyházközség képviselő testületének világi elnöke is, felsorolva a templom megújulásának, gazdagodásának, állagmegóvásának fontosabb állomásait. A 22 év folyamán az egyházközségünk lelki élete is megújult. A korábban is működő rózsafüzér csoportok mellé elsőként megalakultak a Karitász csoportok, majd a Biblia kör, a családi kör, két ifjúsági énekzenekar, szkóla énekkar, a Szent Rita csoport és a Mária Légió. Rendszeresek lettek a pünköst hétfői egyházközségi napok, az egyházközségi bálok, buszos zarándoklatok, a gyermekek táboroztatása minisztráns és leánytáborokban, és az egyéb közösséget éltető programok, rendezvények, valamint az azóta is megjelenő egyházközségi lapunk. Egy kedves felkérésnek teszek most eleget, amikor tolmácsolom a szinte legfiatalabb alapítású közösségünk köszöntő szavait. Idézem. Kedves András atya, az Együtt Lenni Jó csapata nevében is köszöntjük az atyát gyémánt miséje alkalmából. A mi kis közösségünk alappillére Don Bosco, az ő életrajzi könyvében olvashatóak a következő sorok. A pap sohasem megy egyedül az égbe, de a pokolba se. Ha jót cselekszik, mindazokkal a lelkekkel megy az égbe, akiket jó példamutatásával megmentett. Ha pedig rosszat cselekszik, botrányt okoz, a kárhozatba megy a botránya által elkárhozott lelkekkel. András atya példamutatásban mindig a hívek előtt jár, így sok lelket segítve közelebb Istenhez.
Köszönjük támogatását és törődését. Kívánunk jó egészséget, sok erőt és sok megmentett és Istenhez vezetett lelket. Reméljük, hogy még sok időt tölt velünk. Köszönünk mindent. Eddig a szóról szóra történt tolmácsolás. Ezúttal mi is köszönetet mondunk mindezek megvalósításáért. Kívánjuk, hogy egyházközségünk fő védőszentje, Szent Anna oltalma alatt továbbra is jó lelki és testi egészségben, erőben és töretlen lelkesedéssel eredményesen tud végezni Isten és a hívek szolgálatát. Ezt kívánom az egyháztanács és a hívek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ígértük, hogy hálaadás lesz ez a Szent Mise, az a sok szép munka, amit itt most említésre került, az mindenki tudja, hogy nem egyedül ér. Hát úgysem lehetett volna, ez valósulhatott volna meg. Hanem nektek köszönhetem, akik az egyházközség tagjai, és köszönöm is továbbra is ezt a munkát. Most már a plébános atya Pető Gábor folytatja. Ő az, aki ezt az egyházközséget vezeti. Hála Istennek, hogy nem maradtunk egyedül, árván. Ő tényleg olyan örömmel és lelkesedéssel végzi a munkáját, hogy köszönhetjük a jó Istennek. Tartsa meg közöttünk, és vezesse az egyházközséget. Köszöntötte a gyémánt misés plébánost Gyurica László polgármester is. 2001-től András atya lett, 23 évre, 22 évre, a város katolikus lelke. A legnagyobb szeretettel és tisztelettel mondom, a pici szikár plébános, akiben a jóság és a szerénység olyasféle ötvözetben van, ahogy én megismertem, ahova érdemes fordulni. Érdemes fordulni jó szóért, megértésért, tanácsért és némi iránymutatásért. A város plébánossal, akivel mind a mai napig az Isten tiszteleteken találkozunk, illetve az úton, miközben a kicsi Volkswagen pólójával igyekszik, vagy misére, vagy keresztelőre, vagy egy olyan egyházi feladat ellátására, amelyet 60 éve végez töretlenül és tisztelettel. András atyának voltam ugyan miséjén régebben, de beszélgetni vele csak ebben a jelenlegi társadalmi munkakörömben volt szerencsém. Mondják, hogy nem szereteted Istent, ha nem szereted az embereket. Most én a parókia dolgozó szobájában csöndes és egy igen szeretetteljes, nagyon megértő embert ismertem meg. Gyökösi Endre mondta, a saját civilizációjától, felhőkarcolóitól, műanyagjaitól, rakétáitól és áltudományától megrészegült ember kijózanodik, már pedig ki fog józanodni. Újra felfedezi, hogy minden, de minden dolog közepe az agapé, az Isten szeretete, és elsiratja majd a gyűlölet és a szeretetlenség századait. Mondják, hogy a boldog ember nem bánt, aki bánt, az nem boldog. Én úgy gondolom, hogy András atya most ebben a pillanatban nem csak hogy boldog, hanem az a csatorna, amin keresztül az ő személye által kapcsolatba léphetünk a Jóistennel. A Jóistennel, aki egy olyan érzést ad most mindenkinek a teremben, ami több, mint boldogság. Egy olyan szeretettel átítatott béke, amely csak itt, az Isten házában kapható meg, olyan emberek által, mint András atya. Köszönjük szépen! A szertartást követően agapéra, szeretet vendégségre hívták a megjelent híveket.